Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig újra itt a RimWorld, a Hell's Desert Challenge-el, hölgyeim és uraim. Visszatértünk most már három koronistánkkal, Nickel, Matt Damonnal, és köszönöm szépen mindenkinek, aki valamilyen szinten hozzájárult Mura névadásához, ugyanis rengeteg komment érkezett, talán eddig még sosem érkezett ennyi, úgyhogy hálás köszönetem mindenkinek, aki vette a fáradtságot. Viszont, hölgyeim és uraim, egyetlen egy ember virtuális tollából születhet meg, az a fantasztikus kreálmány, mi Munának az új nevét meghozta. Drága kopasz barátunkra rá is kattintva, át is fogjuk nevezni az nem annyira fiatal, de embert, és nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi legyen a nyertes, voltak nagyon-nagyon beteg elgondolások, amik nem feltétlenül nem tetszettek. Viszont úgy érzem, hogy most Ilgramnek a szavaira fogunk építeni, és a Wikipédiára támaszkodott tudást veszem alapul, mivel Matt Damonnak az apja Kent Telfer Damon. Azt hiszem, hogy jól ejtettem ki, úgyhogy az egyszerűség kedvéért Ilgram lett a nyertes, így a szimpla utánajárásnak köszönhetően, és Kent Damon lesz Murának az új neve, úgyhogy Kent Damon és Matt Damon kompletten az egész családot remélem meg fogjuk jeleníteni. Az lenne a vicces, hogyha jönne még itt testvér, meg anyuka, meg satöbbi, meg mit tudom én, és akkor felépíthetnénk az egész Damon családot. Na, hol jártunk legutóbb? Legutóbb ott jártunk, hogy megpróbálom megvédeni mindenféleképpen azokat a légkondicionálókat, amikre rá lehet látni. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert az ellenfél, hogyha megjelenik, akkor természetesen nem a homokkőfalat kezdi el kőkeményen ostromolni, hanem azt mondja, hogy akkor már idejön az egyszerű napelemekhez, és akkor megpróbálja a hatalmát kiterjeszteni ebbe a világba. Természetesen elengedhetetlen, hogy a halálzónámat ne közelítse meg, és a mostani részben igyekszem a halálzónát olyan szinten kiépíteni, hogy megfelelő borsot tudjak törni az ellenfél érzékeny orra alá. Úgyhogy a hullákat is szélszörül, ez most már elégetnem. Lássuk, hogy mi vár ránk ebbe a részbe. Megérkezett hozzánk egy fegyverkereskedő, és gondolván azt, mivel megvan az a felszerelés, mire szüksége van a kolóniámnak, nem is nagyon fogom rápocsékolni az időt, illetve a szavakat, de mégis megváltoztatom ezt a gondolatmenetemet, mert rákattintva ezt a 12 darab kokaint, amivel megáldott minket az ég, eladhatjuk neki, és 171 ezüstöt kaphatunk. Valamint ami érdekes, hogy a fegyverkereskedőtől lehet a legolcsóbban gyógyszert szerezni. Úgyhogy én, amit kokaint eladok, mindből gyógyszert fogok vásárolni, talán egy kicsit még rá is tolok, és így 7 darab gyógyszerrel fogunk kiegészülni. Kelleni fog, fogyatkoznak a készleteink, és azt hiszem, hogy még nem tudunk gyógynövényt termeszteni, de hamarosan ez bízom benne, hogy változni fog. Gondoltam, hogy nem lesz baj, hogyha ugyanezt a mozaratot végigjátszom az exotikus árukereskedővel, mert hogyha az emlékezetem nem csal túlságosan sok minden, nem tudok vele kereskedni, de a rajtaütés az már egy teljesen más tészta. Kaptunk egy nagyon szép kis csoport. Két kaszás! Acélrobotágyú és szélerőmű támadja meg. 2300-1200 éves. Na ezeket a rohadékokat, hogyha leölöm, és mondjuk ájulásig lövöm őket, akkor le tudom műteni a karjukat, amire viszont jó, hogy itt van az exotikus árukereskedő. Úgyhogy menj innen, azt még nem nagyon visszük el. Itt van Matt Damon, és fel kell keltenem a srácokat. Azt hiszem, hogy Kent egészen jól lő. Négyesen lő. Matt Damon hogy lő? Egyesen lő. Úgyhogy ne haragudj, a szükség... Hát, éhes. Éhes. Fogyassza el az egyszerű ételt. Nickel, mi a helyzet? Nick is gyorsan kajál. Gyerünk, srácok. Szedjétek össze magatokat. És támadnak. Oké, az egyik a szélerőművet támadja. Tehát nekem az lesz a feladatom, hogy valamilyen úton módon a robotágyukhoz csaljam ezt a kaszást. Hogyha elérkezik a szélerőművekhez, akkor nekem nagyon nagy problémái lesznek, mert... Igaz, hogy nem állok pocsékul energia terén, mert a naperőművek mindjárt elkezdenek dolgozni, 4 óra van, hamarosan pirkad, illetve látszik már a sárga csík, de nem akarok egyetlen egy szélerőművet sem elveszteni. A közeljövőben, hölgyeim és uraim, még annyit hozzáteszek egy támadás előtt, hogy itt szeretném bezárni a kolóniámat, és ezen a falon belül fogok tudni építkezni. Ezt majd ki fogom egészíteni sok kis apró dologgal, mint például ez az ilyen dupla ajtós kijárat, akárhanyadik kijárat. Na de... Gyorsan kapjátok fel, srácok, Kent Damonával fog enni. És fel is tudunk fegyverkezni, mielőtt még ideérnének, ugye? Igen. Főleg akkor, hogyha mondjuk felkapcsoljuk ezt így Matt Damon segítségével. Gyere, haver, kapcsold át. Nem baj, hogyha már közelebb van. A lényeg az, hogy...
Candy van ételmégezés kapott, oka egyszerű étel. Valószínűleg elég pocsékul lett megsütve. És aludni akar? Ja, tényleg. Bármit csinálhat. Bármit. Nincsen korlátozva. Nem szabjuk meg az idejét. Úgyhogy most ne aludj, létszi. Kiváló, mesterlövész puska és jó. Nálad mi van? Kiváló, oké. Okay. Akkor harcba, és felvesszük szépen Nickkel ezt a fegyvert. Kenttel pedig ide jövünk. Át tudunk menni azon az egy ajtón, ugye? És hogyha át... Meddig mondan lehet, hogy a belső dolgokat kellene csinálnunk. Oké, okay, használd. Gyere ide, haver. Úgy. És te is gyere ide. Golyóálló mellényeket kell majd valahogyan szerezzünk. Az nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. Na most! Mesterlövész puskánk van, ami azt jelenti, hogy a karakterünk ettől kezdve 45-ös hatótávról tudja pusztítani a gonoszt. A kaszásoknak energialáncsájuk van, aminek 37-es a hatótávja, és az a baj, hogy túlságosan jól lőnek vele. De megpróbáljuk kihasználni így a takarást, illetve acélrobotágyú, ő a szélerőmű. Megpróbáljuk megrövidíteni az életét ennek a szemétnek. Nickkel bejövünk oda, Kenttel viszont kicsit előrébb fogunk menni. Remélem, hogy előrébb kell jönni ennek a kaszásnak, hogy megfelelő rálátása legyen erre a robotágyúra. Oké. Okay. Hamarosan itt van. Igen, ott elkezdünk sütni. Remélem, hogy nem jön ki. Szokott olyan probléma lenni, hölgyeim és uraim, hogy valaki megtámadja így ezeket a robotágyúkat. És valamelyik kolonistán megindul, hogy akkor jövök, megjavítom, nem lesz semmi gáz, az beleszalad a torkolat tűzbe. Tehát Kentet én korlátlanra rakom, a Mettet viszont az egyes körzetben. Még véletlenül se ballagjon ki, azzal a jó indulattal, hogy... Oké? Okay. Oké? Okay. Ott van egy mozgás. Ott van egy megy. Gyerünk. Oké, okay, ott már célba vettük a rohadékokat. És a robotágyukhoz megy, szuper! Szuper! Nagyszerű. Nagyon jó. Lássuk, hogy középtávra hogy lövünk vele. Közelre is 95%-os pontossággal. Oké, okay. Gyere, Nick. Célpontra vár. Robotágyút fogja lőni, ő is a robotágyú. Egy találatot kapott. Nem nagyon örülök neki. Júj! Jöjjünk ide! Oké, okay, vissza! Áha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 h
Azt hiszem, hogy rosszul választottunk. Arrébb jövünk is, azt fogja lőni? Lejjebb jövünk. Lejjebb jövünk, mert nagyon-nagyon nagy a távolság. Ííí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 
mellé. Oké, vékony shot kapott, de még mindig túlságosan jó állapotban van. 19%, mindjárt elkezd felgyulladni, és ez az! Egy rohadék kiesett! Akkor már csak a másikat kell kiszednünk. A másikat kell kiszednünk, és azt mondja, hogy el kell jönnünk egészen eddig a pontig körülbelül. Ú, de rosszul mozgunk. Nagyon rossz, 23%-os mozgásunk. 19%. És ennyi. Elvesztettünk egy robotágyút. Célpontra vár. Szerintem a robotágyút lövi. Így van, és el is találja. És Nick most már tud lőni, gyerünk Nick. Gyönyörű! Nagyon szép találat, eltaláltuk a szemetet. 46. 46 élet, tarts ki, tarts ki, tarts ki. Ember, de... Fantasztikus! Egy robotágyút veszettünk, valami Nick elég rendesen lesérült. És ballagjál is haza, barátom. Kiveszük szépen a korlátozásokból Matt Damont, és építsünk fel még egy... Még egy robotágyút. Oda. Oké. Okay. Hú, ez elég meredek volt. De sikerült kinyírnunk a szemeteket. Hát, kereskedünk egyet. Kereskedünk. Exotikus árukereskedő. Lássuk, hogy találunk-e valami izgalmasat. Nos. Szuper gyógyszer, tehát nem... Füvesszégit tudnám eladni? Lehet, hogy néhányat el kellene passzolnunk, hogy legyen pénzünk. Mert ugye azért kezdtük el termeszteni ezeket a cuccokat, hogy... Hogy legyen pénzünk. Na most, másoljuk szépen a beállításokat. Majd pedig a körzeteknél egy körzetet... Itt kitörlünk. Lerakjuk a raktárat, és ide beillesztjük.
És azt mondom Mattnek, hogy ezt a körzetet töröljük, és cipeljük el ezt a 32 Joe-t. És most jöjjünk szépen vissza, kereskedni. 6-os a gyógyítása, Mattnek szintén 6-os, oké, mindegy, hogy mit csinál, ki csinálja, látszik egy családból való. És azt mondja, a füves szigit érdeklődik, 6,83, 20-at eladok. Hoppá. Nem valami sok, de kevés. 20-ra visszakattintok, 137-et keresek így vele, de más nem is nagyon tudok el. Egy faágy, szörnyű faágy. Jó egyébként az a stratégia, hogy vadászunk az egzotikus árukereskedőkre, hogyha van mondjuk egy 20-as építéssel rendelkező kolonistánk, aki képes ilyen legendás szintű tárgyakat készíteni, simán megéri. Az a fa, amit belefetettem ebbe a szörnyű ágyba, nem éri meg, látjátok, 12 ezüst. Nem erre kell pályázni, a durva dolgokra kell pályázni, itt is csak jó, óriás faszobor van, de hát ez megint nem nagyon érint minket. Úgyhogy körülbelül ennyit kereskedtünk ezzel a drága kereskedővel, és gyógyítsuk meg szépen az emberkéinket. Az egyik veszélyes pontjához érkeztünk el a játéknak, ugyanis Candemonnak van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy drogkedvelő. Plusz még az, hogy ideges. Na már most, aki biztos, hogy kell valami agyimplantátum a továbbiakban, mert a játék azon pontján van, hogy most elkezdi habzsolni a drogot, amit ér. Ez lehet sör, fű, vagy akár ezeknél jóval, de jóval rosszabb. És így függőség alakulhat ki. Most néhány dzsangát el fog tolni annak érdekében, hogy legyen, ne legyen túlságosan ideges, bár nem is értem, hogy ez miért van. Valószínűleg azért, mert rendszeresen nem kapja meg a napi adagját. És egy az, hogy most megeszi az összes kereskedelmi alapanyagomat. Plusz még a csávóra most nem tudok számítani, mert semmilyen parancsot nem tudok kiadni, és szükséghelyzetekben azért minden egyes dolgos kézre igényt tartok. Úgyhogy szedd össze magad, Kent, különben kilöklek egy szágatyával 75 fokba. Egy újabb fegyverkereskedővel találkoztunk, akinél már csak így legyintek egyet, de biztos, hogy nincsen nála semmi. De tévedtem, Buffalo gyapjú cowboy kalap van nála silány, ami a meleg elleni ellenállást 21,6 fokkal megnöveli. Zseniális! Én egy ilyet vásárolok tőle, sajnos csak egy van nála, lenne több, akkor ugye megvenném, de csak egy van. Valamint van kettő golyóálló mellé. Ugye a karaktereimen egy golyóálló mellé van, és valószínűleg halott embertől. Vágás, zúzódás 24/8. Lássuk, hogy mi a különbség, a szörnyűnek ennyi, a jónak pedig 66 és 22. Lássuk árba, hogy működnek. A jó golyóálló mellény 1000 ezüstbe kerül. Ez nem jó. Alapvetően sok vasba kerülne, hogyha mi megcsinálnánk, de nagyon-nagyon sokba kerül. Szükségem van egy olyan koronistára, aki jól ültet növényeket, plusz még magas a kézművessége. Következő koronistám biztos, hogy ilyen lesz. Hogyha még végignézünk, akkor nem igazán vannak csábító eszközök így a fegyverek terén, amit meg tudnánk vásárolni. Most aktuálisan a kolónia területére nem hoztunk be olyan dolgot, amit kereskedelembe lehetne hozni. Oké, tudom, hogy a térképen rengeteg ruha, illetve fegyver van, amit el lehetne adni, de aktuálisan most ilyet nem nagyon csináltunk, nem nagyon kerestünk, nem mentünk bele. Egy gyógyszert még veszünk, egy ezüstöt kapunk. És meg is érkezett a silány minőségű cowboy kalap. Viszont így Candemont el tudom küldeni a térkép bármely pontjára, és majdnem 60%-kal meg tudom növelni ennek a szerencsétlennek, mármint 60 fokkal. Ugye? 60 fokkal. Teveször Western kabát. Igen, 64 fokkal szám szerint meg tudom növelni az ellenállását a meleggel szemben. Nagyon jó. Ezzel is előrébb vagyunk. Mivel eléggé ész nélkül cselekszenek a koronistáim, ezért úgy döntöttem, hogy változtatok a mostani helyzeten, és a beosztást ezzel a space lenyomásával meg is csinálom. Nem tartottam nagyon fontosnak, hogy a játék első szakaszában egy koronistát, név szerint Nicket, így a beosztásokkal babrátassam, mindent csináljon, mindent is. Amikor megjött Meddémon, ugye a korlátozások miatt, mármint a területi korlátozások miatt a ruha véget, szintén nem volt szükségem erre, de most már meg fogom tenni. Tűzoltásban minden egyes karakterem egyes szokott kapni. A páciens pozíciót szintén egyessel jelzem, orvos viszont kizárólag csak a démon család legyen. Hát ide megadunk egy 4-es maximum, hogyha ellátásra van szüksége valakinek. Pihenés. Bármilyen betegséget, bármilyen sérülést kapnak a koronistáim, pihenjék ki, nem akarok fertőzést, nem akarok brutális végkimenetet. Átkapcsolás szintén nagyon fontos lenne. Ez az egy-egy szokott lenni minden egyes koronistának. Kivéve akkor, hogyha nagyon sokan vagyunk, és nem akarok, hogy egyetlen egy villámcsapáshoz 70 koronista rohanjon oda, mert hogy jaj, van én elautom! Felügyelő, hát eteti a rabot, ki legyen 4-es, 7-es.
Ezeket itt most szépen kiveszem, és egy hármast megkap Candémon. Most így nem nagyon akarok ebben mélyebben belemenni. Az állattartással ugyanaz a kapcsolatom. Hogyha lesz esetleg egy olyan állatom, amit tartanom kell és nevelnem, nem csak etetnem, akkor valószínűleg Candémon lesz az, aki hármast kap, már pedig most. Nétek a főzése az úgy egyes, tehát még egy rántottát is simán odaéget. Viszont Meddémon már 8-as, ami nagyon-nagyon jó. Az apja pedig 3-as. Adok ide Mednek egy 2-est, annak érdekében, hogy feltoljuk a lehető legmagasabbra. Vadászat, én azt mondom, hogy még legyen egyedül vadász, ha az lenne, de nincs mire vadásznunk, úgyhogy ki is veszem. Építészek, Kent 2-es. Nick 15-össel erőteljesen az 1-es, és idején én 4-est adok építészek, Meddémonnak, ne nagyon foglalkozom vele. Eleme 2-es kap földművelésből, ez a drága barátunk. Itt adunk neki egy 4-es földművelésből Nicknek, és földművelésből egy 3-ast Kentnek. Én azt mondom, hogy 1-est kapjon Kent a kutatásra. Tehát őt most kutatásra fogom használni mindenféleképpen. Kap, mert egy 4-est, illetve kap egy 3-ast, ami Nickünk. Erdész, az mindenki 3-as legyen mindenféleképpen. Bányász, 7-es, 6-os, 3-as, 4-es. 3-assal nem megyünk ki bányászni, annyira nem kell. Kovácsolás! Na! Iparossággal mindenki megkapja a 3-ast. 4-es, 3-as. Igen, mindenki 3-as fog kapni. Rakodó, takarító. Én azt mondom, hogy Mettet 2-es takarítónak megadom. Nagyon nagy a kosz. Takarítsunk egy kicsit. Szedjük össze magunkat. Szabó nem kell, Kovács szintén nem kell, iparosok kerenek. És 3-as? Igen, Meddémon 3-as kapott a művészetére. Ugyanúgy, mint az apja. És kész is vagyunk. Oké, ilyen lett a beosztásom, eléggé fukarkézzel mértem a pontokat, de remélem, hogy a továbbiakban már meg fog változni a kolonistáimnak a hozzáállás egy a munkákkal kapcsolatban. Mert építkezés helyett egyből jött és aratja lefele a krumplit. Kent viszont egyből ment és a szőnyegkészítés megpróbálja kigutatni. Szeretném még a mostani részben a szőnyegkészítéssel befejezőleg bezárni a nyersanyag felhasználást, így a kőzet irányába. És szeretném beszőnyegezni ezeket a szobákat. Talán még lerakni ide egy kis plusz. Azt mondja, hogy fa ajtó. Nem tetszik ennek a szobának a kialakítása, és azt mondom, hogy ezt itt lebontjuk, ezt szintén lebontjuk, és egy Nicket előkapunk. Ja, és még amit van. Aki látta már az előző részeimet, illetve az élő közvetítésekből esetleg egy részt, az tudja, hogy egy halálzónát szoktam kialakítani így a védőtornyok körül. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert itt szeretném végigrakni tornyokkal az egész területet. Talán még itt ezt a falat is. Talán. Illetve itt egy labirintust csinálni, ahol sújtócsapdákkal próbálom meg megjutalmazni azon bátraknak a csapatát, ki a kolóniámat szeretné valamilyen úton-módon megrövidíteni, teljesen mindegy, hogy nyersanyag vagy emberi élet formájában. Úgyhogy kialakítom még itt ezeket a kis blokkokat, és remélem, hogy jön valami izgalom a végére. Hát hülyére izgultam magam, egy vegyes kereskedő. Na Kent, légy szíves. Néhány dologra kíváncsi vagyok, hölgyeim és uraim, és azért is állítottam itt meg. Teknős tojás! Ez az, ami nagyon-nagyon fontos lesz nekünk. Valamilyen utómódon szükségünk van egy állatra. És ugye nem szeretném mondjuk vaddisznót, vagy sertéskocát, vagy huskyt megvásárolni, aminek az aktuális környezetben semmi értelme van. Bocsánat, semmi értelme nincsen. Nekem az a 4 elsorolt, első részben elsorolt állat kell. Mufaló, teve, megasztott, vagy alpakka. Igen, ez a 4 van. Ezekre nincsen szükségem. Mufaló gyapjút el tudnám adni, de én lennék a leghülyébb ember, hogyha ettől most így megválnék. Szövetet szintén el tudom adni, de szőnyeget csinálom belőle, nem teszem. Füves cigiből van 21 a raktáron, de még van ott is, azt hiszem, ahol leraktam. Acél tudnék vásárolni elég és sokat, és úgy látom, hogy érte is kell menni az acélokért. Na most. Sör van neki 160, és mészkő tömje van 1470. 2,75-be kerül egy darab. A fát akarom megnézni még. Fája van 2744, és 2,3 ezüstöt kellene egyet fizetnem. A későbbiekben. Wow! Wow, 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 wow! Wow! Erdei farkas, rénszarvas bőr, teveször western kabát, alpakka gyapjú, western kabát. 40 fok, teveször, 54 fok, oké. Egyértelmű, hogy miből fog állni a kereskedelmünk, hölgyeim és uraim. Mi az, amit még el tudok adni? Azt nem tudom eladni. Acél, hiperszövet, sapka. Jó, rénszarvas, bererdei farkas, bőr. Zsámolyt készítünk. Gyorsan egy zsámolyt összerobunk. És megmutatom, hogy a kereskedelemnek eme szegmense hogyan fog kicsapódni.
Igen, először ezt megvesszük, oké, megkaptuk. Most itt van nekünk egy nick. Parancsok a butorzatnál, szeretnék egy fa zsámolyt építeni oda. Légy szíves, csinálj meg, nick. Valamint, van még itt egy kis kövem, egy méghozzá márvány, és márványból csinálok még egyszer egy ilyet, az kicsit hosszabb időbe kerül. Eltávolítjuk ezt. Gyorsan megcsináljuk nickel azt a márvány zsámolyt, és kapcsolatba lépünk újra ezzel a vegyes kereskedővel, és megnézzük, hogy mennyibe kerülnek ezek a székek, ezek a zsámolyok, hogyha eladjuk. A minősége pedig azt mondja, hogy ez egy kiváló zsámolj, valamint egy jó zsámolj. 15-be kerül. Eltávolítjuk. Távolítsd el. Távolítsd el. Oké, szüksége van egy Kentre. Bocsánat, Kent, de neked van a legjobb kommunikációs képességed. És kell is fel. Na most, hol vannak? Itt vannak. Ez az. Kiváló márvány zsámolj. 15-be került, ami azt jelenti, márvány most konkrétan nincs, de hogyha három ezüsttel számoljuk darabját a márványtömnek, akkor azt mondja, hogy 45 ezüstöt kellene kapjak érte. Ehelyett én el tudom adni 44-ért. Helyek közel már a kiválóval egyenesbe jövünk ki, de ez még mindig nem éri meg. Legendásokat kell csinálnunk. Mindenféleképpen legendást. Ugye a fa 17 ezüstbe kerül, a jó, és a darabja a fának, amit meg tudok ettől a nyomorultól venni, az még mindig 13 ezüst deficit. Célszerű végig zongorázni a bútorokat, és lehet, hogy még egyszer csinálok egy tutoriált, hogy milyen bútor építésével mennyi profitot tudunk csinálni, melyik az a legkisebb tulajdonságszint, ahonnan már megéri ebbe befektetni. Hogyha úgy gondoljátok, hogy látni szeretnétek hasonló tutoriálokat, hasonló felkészítőket, ismeretterjesztőket, akkor mindenféleképpen jelezzétek. És a bútor minőség és a bútor kereskedelembe hozatala egy ilyen pont lesz, amennyiben szeretnétek. Amennyiben nem, akkor írjátok meg, hogy engem teljes mértékben nem érdekel, úgyhogy valami használhatót hozzál a piacra. Na most én ezt a kettőt eladom, mert nem igazán látom értelmét, hogy itt raboskodjanak. Mondjuk ez a kiváló... Ah, nem. A kiválót nem adom el. A kiválót azért nem adom el, mert a szépsége 14 is tudja emelni egy helyiségnek a szépségét. Úgyhogy azt nem, de ettől a 17 ezüsttől ezüstöt meg fogjuk kapni ezért. Itt van egy normál, van egy silány. Ezt a silányat Kent eltávolítja, nem tudja, nincsen rá beosztva. Fantasztikus. Akkor a márvány zsámolyt pedig berakjuk. És egy napkitöréssel fogjuk kezdeni, hölgyeim és uraim, a következő részt, ami azt jelenti, hogy rohadt meleg lesz. Leáll minden elektromos eszköz a kolóniába, és ezáltal se fűteni, se hűteni nem tudunk elektromossággal, de még szerencse, hogy van nekünk egy ilyen passzív fűtés, ami 50 fába kerül. Jézusom! Jézusom! Hát elgondolkozok. Elgondolkozok, méghozzá így gondolkozok el. És... nincs rá vasom. Na mindegy, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, és hogy újra itt voltatok. Valamint, hogy sikerült elkezdenem folytatnom, úgy értem, folytatnom ezt a kolóniát. Ennek a napkitörésnek nem örülök, ez volt az a pont, amit rohadtul nem vártam. De mint ahogy tudjuk, ez a játék nem arról szól, hogy megkapja az ember azt, amit vár, hanem hogy megmutassa a nehézségi szint, valamint a drága Kasszandránk, hogy valójában mennyire gyűlöl minket. Én Uno voltam, és találkozunk legközelebb is. Szevasztok!